Ezért az Úrból sok van, ugye pontosan ez van, hogy azt látom, hogy ma rengeteg van az Úrból, rengeteg Úr van, szolgálóból van, meg alázatos emberből van, nagyon kevés. És higgyétek el, hogy az adás váltja ki, a jót adás váltja ki, a haragot, a gyűlöletet, az indulatot. Nem lehet egy haragról, egy gyűlöletről leszokni, hogy akkor hazamész, megveszed a tapaszt, mert ugye van nikotin tapaszt. Akkor veszel most majd, nem is rossz ötlet szerintem, egy csomó pénzt keresnénk vele, van gyűlölet tapaszt. Adj neki egy jó rikító szint, azt rá kell rakni ide a homlokodra, és akkor 5 nap múlva megszünteti a gyűlöletet. Tudod, hányan megvennék? Nehogy megcsináld, mert az én ötletem volt. Legalább egy kis részesedést adj belőle, de kamu az egész. Nehogy megcsináld. Nincsenek ilyen tapaszok. Tudod, mi szünteti meg a gyűlöletet, a haragot, az szint? Az, hogy adsz. Mi szünteti meg az ellenségeskedést? Hogy hülye vagyok, és mindent megengedek? Nem. Az, hogy adok. Az, hogy a szeretetlenség az indulat helyett nem indulatot és nem szeretetlenséget adok. Hanem ha oda jön az ellenség, akkor nem azt mondom neki, hogy te ellenség vagy. Miért intek én mindenkit, hogy mindegy, lehet neked mindenben igazad, de ha az két ember között gyűlöletet, feszültséget, indulatokat kelt, és itt most nem az igazsággal kapcsolatban, akkor az mit jelent? Akkor nem ér semmit az igazaddal. Mit érek én az igazammal, bocsánat, ha mit érek én, ha nekem van igazam, és a feleségem mégis elhagy? Mit érek én, ha nekem van igazam, és a gyerekem életem végig nem áll szóba? Mit érek az igazságommal? Mit érsz az igazságoddal? Bebizonyítottad? És akkor mit mondasz a halálos ágyadon? Hú, ez szép munka volt, Zoli. Senki nem beszélt veled, de igazad van.